49. március 2-áról, 3-áról iradólag a családdal közölték, hogy minden ingó és ingatlan vagyonuk az állam tulajdonába megy át, és teherautón bevitték a marosvásárhelyi milíciára. Itt a személyébe beütötték a két betűt, a DO-t, ami a kényszerlakhelynek a román rövidítése volt, és lakást kellett keresniük maguknak. Nekünk megizente a Gyéresi jegyző egy nappal a kitelepítés előtt, hogy vigyázzanak, mert éjszaka jövünk. És akkor mama gyorsan fogadott egy kicsi teherautót, hamar a faluból szerzett, és oda felrakott egy pár darab bútort, és ágyneműket, kofereket, a ruháinkkal. Az igazán nagy törés az erdélyi társadalomnak a felépítésében az a második világháborút követően kezdődik. Ugye jön az 1947-es nagyállamosítás, amikor gyakorlatilag ez a társadalmi elit, amit nemességként hívunk, az teljesen jogfosztottá válik, és nem csak, hogy elvesztik a birtokaikat, de a nép ellenségének is titulálják őket. És hát az 1940-es évek végi államosítás az ugye lefejezi azt a világi elitet, amelyik addig évszázadokon át irányítja Erdélyt. Éjszaka jöttek, és minket hoztak Kolozsvárra. Pista nagybátyámat nem kapták ott, mert valamit el kellett adni a Gyéresi piacon, utána megitták az áldomást, és olyan állapotba került, hogy nem tudott hazajönni. És őt nem. És ott volt még nagyapám, mikor mondták, hogy csomagoljon össze neki, volt egy kicsi bőr hátizsákja, amivel ott fent a hegyeket járta, már benne volt abban 3 holmia, és őt egy teherautóval vitték Marosvásárhelyre. A kommunista diktatúrának elsőfokú célja az volt, hogy megsemmisítse az arisztokráciát. Beleértve a román arisztokráciát is, tehát az osztályharc jegyében nagyon kemény küzdelem folyt, és a teljes fizikai felszámolásig elmenően. Jöttek éjszaka, és elvitték az 5 idős hölgyet, volt köztük olyan, akit hordágyon kellett levinni, mert idősek voltak és betegek voltak, és elvitték őket Marosvásárhelyre, és egy krumplis pincébe költöztették őket, ahol apránként meghaltak mindezeten. Akadályozzák a továbbtanulásukat a gyerekeknek, internálás, tehát mindent elkövettek. De a legsúlyosabb az 1949. március 2-áról 3-ára virradó éjszaka következett be, amikor szinte hihetetlen, hogy milyen tökéletes volt a hírzállat, tehát úgy lepték meg éjszaka az arisztokratákat, hogy nem is tudtak róla, és kényszer lakhelyre deportálták őket, különböző területeket jelöltek ki. Oda nagymama Kolozsvárról vissza szögdösött állandóan, de akkor már nagyon rossz volt a hangulat, és már már dobálták kővel a falusiak, és szóval akkor már nem nagyon vérző fejjel jött egyszer vissza. Mindent kiraboltak, a könyvtárat, azt nem rabolták, azt kiszórták. És a falusiak aztán később azt mondták, hogy jött 3 teherautó Bukarestből, és elvitték az összes bútorokat, és szőnyegeket, képeket, mindenféle. Mindenki tudta, hogy elvették, de ahogy mondják, lehet, nem készült akkor, hogy mit vettem el, ki vette el, és pecsétes papír, amire lehetne most hivatkozni. A kitelepítéskor már csak, amit falusiak visszahoztak egy-egy bútort, amit ők vittek el, amikor látták, hogy mindenki rabol, és a katonaság rabol, akkor a falusi is elvitt egy-egy holmit. És úgy kaptuk vissza ezt a Szűz Mária képet akkor, a háborúból visszajövet, hogy megizente az asszony, aki elvitte festvényt, hogy 3 kiló zsírért visszaadja, és akkor aztán szaladt a család, hogy kerítsen 3 kiló zsírt, mert borzasztó nehéz volt. Háború után nem volt 3 kiló zsír, egy kiló se volt, szóval ez egy nagy dolog volt, de visszakaptuk a képet. Az ön édesapját kényszermunkatáborba is zárták. Igen, volt 9 hónap kényszermunka rászabva. Az volt a hivatalos indoklás, hogy rémhíreket terjesztett a pénzbeváltásról.
ő erre nem emlékezett, hogy ilyesmiről beszélt volna, de akkor könnyen ment bárminek a ráfogása. A szabadulása az egy valódi újjászületés volt. Tehát amikor 52-ben hazakerült, akkor napokon belül össze is házasodtak édesanyámmal, és akkor tényleg elindult egy erősebb és egy jobb szakasz az életébe. Annak ellenére, hogy csak fizikai munkát vállalhatott, és elég kényelmetlen körülmények között lakott a család. Az erdélyi magyar arisztokrácia ilyen súlyos csapás és fizikai megsemmisítés küszöbén is nem adta meg magát, tehát embernek maradtak meg, senki nem zűlött el, és nagyon becsületesen végezték azt a megalázó munkát, ami osztály részül jutott.